Sziasztok! Kicsit érdekesen vagyok bejelentkezve, mert nem akarom tartani, mert így össze-vissza remeg a kamera, szóval azért így, ja, de még kicsit vállalható. Tehát a mai videóban arról lesz szó, hogy Anita, a Cruelty Free Beauty Blog írója, hogyha nem ismeritek, akkor mindenképp kövessétek be őt Facebookon. Hát ő ma arcot fog nekem rajzolni, ez annyit tesz, hogy ki fog sminkelni. Most nincs rajtam semmi smink, egy nappal ilyen arckrémet leszámítva, amit azért tettem fel, mert télen nagyon kiszárad a bőröm, és akkor így tök jó ez a krém, jót tesz neki. És hogyha van még kérdésetek, amik szerintetek kimaradt a videóból, vagy csak úgy szimplán kérdeznétek, akkor azt tegyétek fel majd a kommentekbe. Sziasztok! Már vagy nem tudom, hanyadjára próbáljuk felvenni, hogy itt vagyok Anitánál. Hello, Anita vagyok, a Cruelty Free Beauty bloggere, írója, és jelenleg sminkesnek tanulok. Egy természetesnek ható sminket gondoltam én. Anita azt mondta, hogy majd lesz belőle valami, úgyhogy teljesen rábízom magam, maximum lemosok utána. Szépen kedves. Mosógép hang szerinted benne hallatszani fog? Ó, reméljük nem. Jó, akkor reméljük, hogy nem. Anitánál annyi eset van, valamilyen paródia is, nem tudom, a Kis Ádámmal talán? Ha a Kis Ádám csinálta, igen, a és ott mondta, hogy több ecsete van, mint egy szobafestőnek. Anitának biztos, tehát... Na jó, van, most már azt. Igen, mert most nem olyan egyszerű ez a videózás. Nem jutok el soha oda, hogy legyen videó. Egyébként a blogom az állatkísérletmentes és vegán kozmetikumokról szól. És... írok mellette a veganizmusról, meg vannak fent receptjeim. Ez egy Catrice alapozó. És amiről akkor azt ez, lehet tudni, hogy ahhoz képest, hogy baromi olcsó, ahhoz képest tök jó a fedése, és nagyon tartós. Tehát, hogyha náthás vagy is, azért úgy elég jól tartja magát az orrodon, meg úgy az arcodon, akkor is, hogy kicsit nyúzod a bőröd, nézd fel egy kicsit. És a vegán állatkísérletmentes csupa. Miért mondod külön, mi a különbség ugye a vegán és az állatkísérletmentes között, szóval ezt tisztázzuk, mert szerintem sokan nem tudják. Az állatkísérletmentes az állatkísérletmentes, a vegán viszont állatkísérletmentes és állati eredetű összetevőktől mentesnek is kell, hogy legyen. Ugye nagyon sokan úgy használják, hogy van olyan, ami állatkísérletmentes és vegán, meg van, ami vegán. Ugye a veganizmus egy állatjogi mozgalom, ezért ugye ami vegán, annak állatkísérletmentesnek is kell lennie, hiszen nem fér bele a veganizmusba az, hogy állatokon tesztelt cuccokat használjunk. Vannak kiskapuk, tehát szintén például van a fának egy vegán termékcsaládja, amiről azt lehet tudni, hogy a fa egyébként végez állatkísérletet minden termékén, kivétel ezeken, és ezekben nincs állati eredetű összetevés, akkor így ez vegán, elvileg szerintük. Gyakorlatban egyébként hát annyira nem tartom én annak. Mert hogy az összes terméket tesztelik, de azt az egyet nem. Azt a párat nem. Igen, azt a párat nem, amire ráírják. Szoktam olvasni a blogodon, hogy vannak olyan cégek, akik azt fejek, hogy állatkísérletmentesek, de árulnak olyan országokban, mert hogy ugye Európában ez tiltott az állatkísérletezés, de árulnak olyan országokban, ahol ez nem tiltott, hanem egyenesen kötelező. És akkor ezekkel így mi a meglátás, vagy mi a szituáció, hogyha van egy ilyen cég? Hát ugye, hogyha valahol végeznek állatkísérletet, tök mindegy, hogy hol, akkor onnantól nem lehet állatkísérletmentes, mert nem. Ugye már nem állatkísérletmentes, tehát hogy ugye kizárja az egyik a másikat. Ilyenkor egyébként a tudatosság segít meg az, hogy tényleg vannak ilyen blogok, mint az enyém, meg Cruelty Free Kitty, meg nagyon sok másik külföldi blogger, akik tényleg nagyon sokat tesznek azért, hogy az ember el tudja dönteni, hogy az adott termék tényleg állatkísérletmentes-e, meg vegán-e, vagy nem. És akkor ilyen helyeken utána lehet nézni. Például a farmasi, vagy farmaszi, vagy nem tudom, hogy mondják ők, reklámozzák úgy magukat, hogy teljesen állatkísérletmentes, meg van vegán termékcsaládjuk, meg minden, de egyébként jelen vannak Kínában. Tehát végeznek ott állatkísérletet, mert ott kötelező. Igen. És akkor ezt hogy lehet így reklámozni, hogy nem végzünk állatkísérleteket? Tehát, hogy erre ez most így ez jogilag oké, hogy azt mondom, hogy nem végzek, de közben igen? Tehát, hogy most... Ez azért, hogy erre nem igazán van jogi szabályozás, mert például a farmácia esetében van, mert ők a PETA logóját használják, és a PETA-nak ugye a logója, az állatkísérletmentes termékeket jelölő logója, az jogvédett.
és a PETA engedélye nélkül használják. Tehát ugye a PETA listájnők konkrétan állatkísérleteket végző cégként szerepelnek. De hát ez most ilyenkor mi? Ilyenkor lehet jogi lépéseket tenni, de alapvetően így akár kiráírhatja, hogy állatkísérletmentes. Sajnos. Komolyan? Nem is ellenőrzik, hogy az-e? Hát vannak logók, amiket ellenőriznek, de hogyha csak így ráírom, hogy valami állatkísérletmentes, attól még nem biztos, hogy az, sajnos. Hát de ez ultra gáz. Ez nagyon gáz. Ezért kell, hogy legyenek, akik utána kérdeznek, meg megnézik, meg utána járnak, meg elkérik a cégektől a válaszokat. Na jó, de hogyha a cég valamit mond, az akkor honnan tudod, hogy igaz? Szóval ez most olyan, mint hogyha vennék, nem tudom én, kenyeret, és azt mondják, hogy nincs benne tej, de amúgy meg van. Szóval, hogy ez így. Hát ennek ez mindig, tök para. Ennek mindig fennáll egyébként a veszélye. Én például az Aldeco kapcsán történt konkrétan, hogy ők állatkísérletmentesnek mondják magukat. Nagyon-nagyon hosszan ecsetelik a weboldalukon is, hogy állatkísérletmentesek, meg minden. Viszont egyébként a neten találni forrást arról, hogy jelen vannak Kínában, ugye, ahol kötelező állatkísérleteket végezni. És ha rákérdezel a cégnél, akkor ők is így össze-vissza beszélnek, meg hogy nincsenek jelen Kínában, de egyébként én annó láttam egy forrást, egy ilyen linket konkrétan, ami oda vezetett, hogy hol vannak üzleteik, és Kína is közte volt, ahol ugye kötelező állatkísérletet végezni, és nem csak Hongkong, hanem szem Shanghai is, meg nem tudom, még több város, ahol van Aldeco szaküzlet, meg lehet Aldeco cuccokat kapni. És ez egy hivatalos link volt, tehát az Aldeco oldaláról vezetett tovább egy ilyen üzleteink, vagy olyan hasonló helyen. Legalább annyi smink van nálad, mint nálam otthon kaj. Mi alapján választasz termékeket? Mások véleménye alapján választok leginkább. Meg lehet, hogy nagyon rosszul hangzik, de hogy igyekszem a leghype-oltabb termékeket azért kipróbálni, mert egyrészt, hogy még nem véletlenül van hát, ja, a hype körülöttük, meg nem véletlenül mondják, hogy jó. Magasztalják ezeket ennyire. Ilyen célom is, hogy megmutassam, hogy így is lehet profin csinálni, meg nem kell hozzá olyan cuccokat használni, amiket állatokon teszteltek, meg ami nem vegán, úgyhogy ja, végül is így. Amúgy, ha már mi értelme van állatokon kitesztelni? Mert hogy ugye én ezzel mindig úgy voltam, hogy az állat az azért, tehát nem ember, akárhogy is nézzük. Szóval ez mi... egy nagyos meglátás. Igen, itt, hogy ennek mi értelme van? Tehát, hogy mit lehet velük megelőzni, vagy gondolom valamit meg akarnak előzni, vagy miért csinálják egyáltalán? Igazából ez a legszebb az egészben, hogy semmi értelme. Akkor miért csinálják? Na ezt én is szeretném tudni. Ja, mondjuk én is szoktam pörgetni a Facebookot, és semmi értelme. Okay, de nem kezdek el állatokon kísérletezni. Tudod, hogy érted? Csak úgy random. Az állatkísérletem megfelel gyógyszerből 95 elbukik az emberi tesztek során, tehát igazából így semmi értelme, de minden állat fajonként eltérő reakciót mutat a tesztekre. Tehát, milyen szoktak általában kozmetikumokat tesztelni? Milyen állatokon? A legtöbb állatkísérletet emberszabásúakon, kutyákon, meg különböző rágcsálókon szokták végezni. A kutyák közül a legtöbbet bigülökön. Bigül, azt tudtam. Mert nagyon cukik, nagyon türelmesek, nagyon kedvesek. Ja. Miért nem vegán? Tehát mi az, ami benne van, amitől nem lehet vegán? Milyen összetevők lehetnek ezek? Például piros termékekben, vagy ilyen rózsaszínes termékekben a kármin szokott lenni ilyen. A kármin az a bíboltetűből kivont színanyag. Na ez is, tehát ez kinek jutott eszébe, hogy talál egy tetvet, és olyan lehetetlen dolgok vannak néha, hogy így nem értem, hogy ez kinek jutott eszébe. Tejtermékeket szoktak, joghurtport, tejet. Minek kéne joghurtport egy smink? De azt mondjuk, hogy alapozóba, vagy meg? Azt inkább kozmetikumokba, mint én arckrémbe, de hát ugye a bőrápolás ugyanúgy a smink része. Elkészült a sminkem. Anita jó munkát végzett szerintem. Nekem ez tökre tetszik, hogy ilyen a szemem. Anita, mit gondolsz? Szerintem jó lett, főleg, hogyha ilyen kicsit ilyen félárbócon mutatod a többieknek, akkor nagyon jól kiadja. Félárbócon? Hát, tudod, amikor így kicsit ilyen lefelé nézel, és úgy is látszódik, de... Lefele nézek, lefele. De hogy ezt így tökre kiadja. Na mindegy egyébként. Ja, tök szép lett. Tök jó lett. Tetszik, lefele félárbócozok, csak az a baj, nem fókuszál a kamera. Nem baj. Soma is itt van velünk egyébként most már. Arany élete van ennek a kutyának, igaz, Soma? Okay. Igaz. Hogyha bármilyen kérdésetek van még az ilyen termékekkel kapcsolatban, a blogomon választ találhattok rá. Van egy-két téma, amiben azért jobban is belemehettünk volna, hogy mi a különbség a vegetáriánus, meg vegán sminkek, meg ezek között, de ez mind fent van, ezt fel lehet olvasni. Mind a blogomon találhattok választ, úgyhogy
Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, és a további videóig is. Boldogság növényi alapokon! Sziasztok!